Üdvözlök minden kedves nézőt, én Milon vagyok, és ez most egy rövid tartalom lesz, de ezután jönni fog még egy videó, remélem, hogy várjátok. Hát igazából a mai videóba össze szeretném foglalni azt, hogy köszönök mindent, amit ez alatt az egy év alatt csináltatok nekem, a csatornámmal. Ez alatt azt értem, hogy elértük az 50 feliratkozót, elértük a 200 lájkot a csatornámon, és nekem ez nagy dolog, főleg úgy, hogy én nem nagyon értek ez az egész videózáshoz, és én úgy indultam ennek az egésznek neki, hogy egy próbát megér, kipróbálom, hogy milyen. És ahhoz képest, hogy én nem számítottam arra, hogy ti ezt el fogjátok érni nekem, ahhoz képest ez szerintem egy eléggé nagy dolog. Sőt, most már 51 feliratkozó van, és lehet, hogy TikTokon kéne megcsinálnom az ottani csatornámra a megköszönős videót, ugyanis ott is elértük, már több mint 100 feliratkozó van ott is, és van két videóm, ami eléggé, számomra eléggé nagy megtekintés számot ért el, illetve az egyik videómon hamar egy like kell ahhoz, hogy 200 legyen. Úgyhogy nagyon köszönöm, amit csináltok a bármelyik csatornámmal. Köszönöm, hogy itt vagytok, és azt is köszönöm, hogy egy éve feliratkoztok, lájkoltok, és kommenteket írkátok, ahova lehet, és tényleg nem tudom elégszer megköszönni, hogy ez nekem mekkora nagy dolog. Illetve, ezt tudom, sokszor bejelentettem már, és nagyon régóta szó van már egy zenéről, de most már csak egy dolgot kell elintézni, hogy minden meglegyen a zenémhez, úgyhogy nem tudom mikor, nem ígérek semmit, de valószínű, hogy nyáron ki fog jönni, igazából már csak egy stúdió kell, ahol a szöveget fel tudjuk venni, és utána már csak a klippet kell leforgatni, ami szerintem két hét leforgása alatt megvan, és meg ugye a hang felvétele az egy napot vesz körülbelül igénybe, de nem nagyon van időm sajnos tartalomgyártásra. TikTokon rövid videókhoz, meg ezekhez a trendekhez, ahhoz van időm, de nagyobb 15-20 perces videókat ide felrakni nincsen, ugyanis elég nehéz a 6. osztály, és jövő évben meg főleg nem lesz, ugyanis 7., 4 új tantárgy, de próbálok, tényleg gondolkozok a videóötleteken, meg amikor van időm, amikor van hozzá kedvem, akkor tényleg videót szeretnék feltölteni. Most is konkrétan egy hónapos kihagyások vannak a videóim között, és ez tényleg csak azért van, mert a sulira kell koncentráljak, és most az a középpont, de amint tudjátok, már csak 3,5 hónap, 4 hónap, és vége van a sulinak, és nyáron szét lesz bombázva az egész csatornám, körülbelül 3 naponta fog jönni új tartalom, én legalábbis így tervezem, de ezt a kevés időt más már ki kell bírjátok, hogy egy hónapos, 3 hetes kihagyások vannak a videóim között, mert nem tudok ezzel mit csinálni. Úgyhogy ennyi lett volna ez a videó, tudom rövid volt, de nem terveztem hosszabbra. Köszönöm az 50 feliratkozót erre a csatornámra és a 200 lájkot, illetve a TikTok fiókomra is köszönöm a több mint 100 követőt és a megtekintéseket, a lájkokat. Hamarosan jövök egy új tartalommal, ez valószínű, hogy holnap lesz. Én addig Milon voltam, és akkor legyen szép napotok. Sziasztok!